Közel 100 elismerést osztottak ki a Városi Diáksport Szövetség diátadógáláján ma délután a Vértes Agórája színház termében. A 2012-13-as diákolimpián országos sikereket elérő ifjú sportolók mellett a felkészítő pedagógusokat és az intézmények vezetőit is jutalmazták. 81 egyéni helyezettünk volt, és ha minden igaz és jól emlékszem, akkor 16 csapatunk is volt. Ezek mind az országos diákolimpián elért helyezések voltak. A csapatok 1-től 8-ig bent voltak, és azt tudjátok, hogy egy csapatversenyre bejutni, több versenyrendszeren kell tovább jutniuk, de az egyéni helyezetteknek is nagyon sok mindenen kell küzdeni, hogy oda jussanak az első 6. helyezettig is. A sportolókat és felkészítőiket Schmidt Csaba polgármester is köszöntötte. Azt gondolom, hogy a város ugyanúgy büszke lehet rájuk, mint az edzőik és a szüleik, ezekre a fiatalokra, akik nem csak a sportversenyeken, hanem az iskolában is tudnak bizonyítani. Én bízom benne, hogy a következő években még több ilyen tehetséges tatabányai fiatalnak sikerül ilyen szép eredményeket elérnie, hiszen ők csak a legjobbak a tatabányaiak közül, de nagyon sokan ott állnak mögöttük, akik ugyanúgy beleteszik az edzésekbe azt a sok pluszt, ami kell ahhoz, hogy a tanulás mellett a sportolásra is jusson idő és energia, és teszik a dolgukat, és példát mutatnak nekünk, felnőtteknek is. Az edzők és testnevelők büszkén értékelhették tanítványaik eredményes teljesítményét. A csapatban és az egyéni bajnokságban is első helyezést értünk el, úgyhogy aranyéremmel térhettünk haza a diákolimpiáról. Hódos Attila, második osztályos tanuló, lett a diákolimpia aranyérmes tornásza egyéniben, a csapatban pedig az alsó tagozatosok aranyérmet nyertek, a felsős tornászaim pedig bronzéremmel térhettek haza a diákolimpiáról. Mi nem csak a diákolimpiával vagyunk érdekeltek, hanem az ERIMA országos gyermekbajnokságba. Ott én azokat emelném ki, bár a diákolimpia is nagyon-nagyon fontos természetesen, de én azokat emelném ki, főleg a 8. osztályos 4. helyezést, hát az, azt hiszem, hogy egyesületek között egy iskola 4. helyezést ér el az országba, azt gondolom, hogy az a legnagyobb eredmény. A diátadó gálán elismerést vehettek át az intézmények vezetői, életműdíjas pedagógusok és az idén 30 éves sprintfutóklub vezetői is. És arra kérem önöket, hogy a...